Mint ismeretes, december 10-én, illetve 10-i időpont környékén Szigetszentmiklóson, a Soroksári Dunaágnál egy hatalmas olajszennyezés történt, amely során valaki a található csatornában nagyobb volumenű olajat öntött ki. A bűncselekményt az is erősíti, hogy ezt a tettét körülbelül 2 hétre rá megismételte, december utolsó hetében. Mivel már az első alkalommal hatalmas környezetszennyezést vitt véghez, amely abból is látható volt, hogy a vízügyi szakemberek azonnal a helyszínre vonultak nagy erőkkel, és megpróbálták véghez vinni a kármentesítést, valamint a helyszínen terepszemlét tartva láthattam, hogy milyen jelentős környezetvédelmi, ökoszisztémiában jelentkező kár volt a helyszínen. Sajnos elmondható az, hogy nem csak egy gazdasági szintű pénzmennyiség került itt szóba, hogy ilyen kárt okozott az elkövető, hanem az ökoszisztéma értékét is nagy mennyiségben rombolta. Itt ennek a kárnak a felbecsülése szinte megvalósíthatatlan, mivel több védett növény, védett állat volt a helyszínen. A Mi Hazánk mozgalom teljes mértékben elítéli ezt a drasztikus, visszafordíthatatlan környezetszennyezést. Számunkra az ilyen elkövető csak letöltendő börtönbüntetést érdemel. Az is jelentős, illetve megemlítendő, hogy véleményünk szerint a büntet a járványügyi kijárási korlátozás alatt történt, este 8 után, ami szintén súlyosbítja a bűnelkövetőnek a tettét. Továbbá azt is észrevettük, illetve tapasztaltuk, hogy ez egy fáradt olaj, ugye a vizsgálatok alapján, és kérdés vett fel bennünk, hogy miért volt szükséges kiönteni ide több liternyi, nagy mennyiségű hordónyi fáradt olajat, mivel ezt le lehet adni, lehetőség van esetleg a fölvásárlására is, mivel ez egy környezeti újra felhasznosítható anyag, és nem szükséges ezzel szennyeznünk a környezetet. A kár, amit okozott az elkövető, nagyon jelentős. Ez abból is látszik, hogy a kárelhárítás nem fog itt befejeződni, hogy megpróbálták a talajt eltávolítani, illetve a területet valamilyen szinten megtisztítani az olajtól. A terület maga körülbelül több évtized alatt alakult ki, tehát ez a lápos környezetvédelmi terület, és ebből kifolyólag az újabb kialakulása, rekonstrukciója is több évtizedet vehet akár igénybe, amíg ismételten egy hasonló állapotú terület kialakul. Én, mint ökológus, tájökológus elmondom azt, hogy viszont az olaj teljes mennyiségben nem fog eltűnni azonnal, mivel egy olyan vegyszerről beszélünk, amelynek az eltávolítása nem történhetett meg sajnos 100%-ig, ezért a területnek az ismételt természetvédelmi besorolásához tartozó minősítése nagyon nehezen fog megtörténni, és a természetvédelmi szakembereknek nagyon komoly munkájába fog kerülni, hogy hasonló szintű területet ki tudjanak alakítani.